Jó estét, hogy érzi magát? Jó estét, Sanhenis úr. Nagyon csodálatos. Jó estét, Natália. Igen, köszönöm. És ő az... Találkozott már Aldama kisasszony? Gratulálok önnek, hogy megvette a Valle Encantado társaság felét. Aldama kisasszony, immár a társam. Milyen kár. Nem lesz túl kellemes eljönni ide erre a helyre. És találkozni egy bizonyos nő személlyel. Nem kell, hogy ide gyere, Natália. Ugyanis belépési engedélyt adtunk ki, így hát aztán a nem megfelelő embereket nem engedjük be a klubba. Ez rám nem vonatkozik. Ez mindenkire vonatkozik. Még Valle Encantado kormányzójának édes kicsi lányára. Erre hölgyeim. Szeretek játszani. Bár az apámat idegesíti, ha játszunk. De hát ő is sok olyan dolgot tesz, ami meg engem zavar. Nem engedelmeskedem neki, és kriptek vagyunk. Végtére is Sanhenis ön invitált. Adjon a hölgyeknek annyi zsetont, amennyit csak szeretnének. Ön fog fizetni a zsetonokért, Sanhenis úr? Bejjel, elfelejtette, hogy most már én is tulajdonos vagyok. Nem. Csak hogy a könyvelésünk szempontjából, ha játékról vagy rendkívüli kiadásokról van szó, akkor a tulajdonos is csupán egy a klub vendégei közül. Kérem, rendezze a kiadásokat. Írjon egy csekket vagy kötelezvényt. Ahogy parancsolja, kedves ügyintéző kisasszony. Írjon egy csekket. Hagyja, hogy nyomást gyakoroljanak önre. Ezek a klub szabályai. Kérem a zsetonokat. Nem. Amíg Sanhenis úr át nem adja a csekket, Natália. Hogy te milyen arcátlan vagy? Én vagyok a klub társtulajdonosa. Emellett én kezelem Sanhenis úr részét is a személyes kívánsága szerint. Ez Sanhenis úr gyengesége. Nos, ha nem tetszik, akkor kívül tágasabb. Már említettem, hogy csak engedéllyel lehet bejönni. Kidobadhatlak innen, Natália.